folytatódnak a kalandok, ahogy ígértük. Most motorral járjuk egy picit Erdély országot. Minden hétvégén, ahogy egy picit jó idő van, és az időnk is engedi, kicsit megpróbáljuk körbejárni motorral is Erdélyt. A mai nap egyet gondoltunk, és ismét eljöttünk egy motoros túrára. És ismét egy olyan körtúrácskát csinálunk, nevezzük körtúrának. Eljöttünk Marosvásárhelyről, a Nyárád mentén jövünk végig, és Erdőszentgyörgy Székely-Vécke fele lemegyünk Kőhalom irányába, Szászfehéregyházára. Meg fogjuk látogatni az erőd templomot, meg a többek közt most már mondhatjuk, hogy Charles királynak is van, ott is van, hát birtoka, rezidenciája, úgy mint Zalánpatakán. Ha magyarul szeretném mondani, akkor ugye Károly király rezidenciáját is meglátogatjuk. Nem tudom, hogy a motorosokon kívül, aki nem motorozik, hogy van a motorozással. Remélem, hogy nektek is egy élményt tudunk nyújtani, és egy picit be tudunk vezetni ezekbe az élményekbe, hogy milyen lehet motoron utazni. Ugye a sisakra föl van szerelve a GoPro is, egy picit velünk utazhattok, azt láthatjátok, amit mi látunk a motorról. Most megyünk Székely-Vécke fele, tartsatok velünk továbbra is. Nyárád, Szereda és Havattő közötti szakaszon vagyunk, egy nagyon szép kanyargós, zöld, dombos vidék. Voltunk itt egy pár szor, nagyon szeretjük, nagyon jó itt motorozni. Azért választottuk ezt az útvonalat, ezt a Nyárád mentét végig, ahol lehet csak menni, mert itt kevés a forgalom, nem annyira forgalmas szakaszok ezek, úgyhogy nagyon jól ki lehet élvezni a motorozást, nem sietünk, élvezzük a tájat, élvezzük a motorozást. Gyertek velünk! Székely-Vécke, Kálvária. Van egy kápolnaként, ahogy a tábla itt most mutatja, meg egy kilátó. Ott kell kimenni, itt a táblától. Szeretem ezt a falucskát, nagyon szép kis falucska. Tavaly már jártunk itt egyszer Székely-Véckén, először jártunk. Meglátogattuk a Székely-Kálváriát, ami Székely-kapukon keresztül vezet fel a kápolnához. Gyönyörű, tehát ajánlom nektek, gyertek el, itt a kápolna. És van egy kilátó is, ahonnan gyönyörűek a naplementék, tehát az feltétlenül gyertek el ide. Nagyon, nagyon különleges hely, van egy varázsa ennek a helynek is. Úgyhogy ajánlom, ha készítettünk erről már videót, úgyhogy azt megnézhetitek a videók között. Betesszük a leírásba is, hogy könnyebben megtaláljátok. Mindent, amit elmondott Évi, megtalálhatjátok abban a videóban, amit Évi is mondott. Keressétek meg a Székely-Véckei videónkat. Többek között ott van a naplemente is, gyönyörű látvány valóban. Drónfelvételek nagyon jól be van mutatva, vizuálisan. A tapasztalt motorosok is azt mondják, azért egy seggel megülni 2-300 kilométert sok. Na, menjünk még egy szakaszt. Thank you.
Megérkeztünk Viszkrire, Szászfehéregyházára. Menjünk, fedezzük fel, mi van itt Szászfehéregyházán. Brassótól olyan 80 kilométerre van, és ha jól tudom, Segesvártól olyan 40-re. 40-45-re. Nem lehet autóval elvenni, elméletileg csak a helyieknek. Pont azért, hogy megőrizzék a látnivalókat. Tehát ugye az elején, amíg be lehetett menni autóval, olyan sok autó volt, olyan sok ember volt, hogy se fényképezkedni, meg a helyieket is nagyon zavart ez az egész dolog, nyilván, hogy ez így nem korrekt. Az első lakói székelyek voltak, de ez már nagyon-nagyon rég volt, hisz már az 1300-as évek elején szászokat telepítettek be. Látszanak a szász stílusjegyek, ugye ezek a kapuk, meg redőnyös házak, formák. Károly király megvásárol egy házacskát. A házat azt 2021-ig panzióként működtették, aztán azóta már múzeummá alakították át. Most megyünk és hamarosan meglátjuk, hogy ez hogy is van. Amúgy a vidéken és itt a faluban is gyapjúfeldolgozással foglalkoznak. Többnyire ezek a gyapjuk Németországba kerülnek. És most, ahogy fölvásárolt a Károly király, azóta lett híresebb ez a falu, és nagyon sokan látogatják. Évente 15 ezer turista is meglátogatja. Ez az, amiről beszéltünk, hogy ettől befele van a falu nagy része, az érdekes része is. Itt már csak a helyiek mehetnek be autóval, elméletileg, ugye? Nem is csoda, hogy nem engedik be ide az autókat. Nézd meg, mindenhol, ha parkolnak, fényképezni se lehet, mozogni se. Menjünk be. Károly itt van, vagy? 2-től vasárnapig van nyitva, délelőtt 10-től délután 19-ig, 15 lehet belépő, nyugdíjasoknak, tanulóknak, egyetemistáknak 10 lej, 7 évig ingyenes, 7 éves korig. Károly hercegnek ugye mi a köteléke Székelyföldhöz, az itt van leírva. Rédei Klaudia volt a nagyanyja, ha minden igaz. Na majd erről kicsit később fogunk beszélni. Virágokról jutott eszembe, hogy olvastam egy cikkbe, hogy hogy történik egy ilyen látogatás, mit szereti csinálni Károly, mikor idejön. Azt mondták, hogy a legjobban azt szereti, hogy sétáljon a mezőkön és itt a környéken. És azt mondják, hogy ez úgy szokott zajlani, hogy megy a társaság, van egy botanikus is vele, megállnak egy virágnál, körbeülik, beszélgetnek, mennek tovább, találtak még egy virágot, ott is megállnak, mindent megnéznek, tehát nagyon szeret itt sétálni. És azt szereti itt nagyon, hogy érintetlen a táj, meg a hagyományokat, a kultúrát, azt mondta, hogy azt tetszik neki itt a legjobban. Milyen érdekesebb a hagyományos házban? Érzed, hogy milyen hűvös van? Kint nagyon meleg van, itt meg olyan kellemes az idő, nagyon jól tartja. Télen meleg, nyáron hűvös. Ugye Rédei Klaudia Károlynak egy felmenője, talán anyja. Nekem mindig azt könnyebb mondani, hogy nagyanyja, anyai ágon lévő felmenője. Bár Rédei Klaudia magyar származású volt, mégis ezeken a kisfilmeken és mindenhol román szemszögő szempontból mutatja be. Mi megpróbáljuk, hát ha most nem is sikerül annyira, de ahogy közeljövőben is egy picit magyarabb szemszögből is bemutatni, mert hisz különböznek a kultúráink, és bizonyos dolgokat másképp értelmezünk, ezért vannak különbségek. A valóság így kétfele válik, és úgy látjuk, hogy a valóság csak egy szempontból van bemutatva, az egyik oldalról. Ellátogatunk majd Erdőszentgyörgyön a Rédei kastélyba, sok biztos meg lesz biztos pontosan. Biztos le lesz pontosan írva. Igen, mert ott élt, vagy ott született, vagy valamilyen kapcsolat van, és majd azt is bemutatjuk nektek valamelyik következő részben. Egész fiatal volt itt még Károly.
megnézzük Károly király veteményesét, mindenből van egy pici. Lassan már az ilyen kertek is múzeum jellegűvé válnak, mert sok városi gyerek ilyet még soha nem látott. Egy ilyen házhoz illik a kertbe egy ilyen veteményest is csinálni, tehát hát nagyjából egy igazi székely veteményesnek felel meg, a székely is tesz mindenből egy keveset. És itt van a komposztcsarok. Ez egy nagyon hasznos dolog, én ajánlom mindenkinek, hogy nem nagy dolog. Mindenki csináljon, akinek van egy kis udvara kerítése. Ne a szemétbe dobjuk az ágakat, a növényzetet, hanem csináljunk egy ilyen komposztot. Ha nem is kerítsük be, csak egy rakásba rakjuk össze. Érdekes, hogy nem büdös, és összekomposztálódik, és trágya lesz, amit felhasználhatsz a veteményre. Na figyeld meg azokat a cukipofákat. Menjünk tovább. Mennyi gravírozott dolog van itt? Megkérdeztem, hogy hogyan történik a gravírozás. Hát ez egy ilyen forex anyag, ami valamilyen műanyag, amibe egy tűvel, vagy akár egy golyóstollal is könnyen lehet vájatokat képezni. Effektív a vájatok adják a mintát, aztán rámennek egy hengerrel, egy festékes hengerrel. Lehet választani kék és piros színek közt. És nyilván a vájatok azok fehéren maradnak, a többi meg beszíneződik. Ezt rá is lehet nyomni egy papírlapra. Leülünk itt egy kávéra akkor. Károly királynál megkávézünk. Továbbra is él az a link, hogy meg lehet minket hívni egy kávéra. Egészséget! Cserép készítés. Károlynak is sok mestersége lehet. A vendégszoba. Gyerekkoromban a nagyanyámnál ugyanilyen volt, fagerendás, meg ugyanezek az ajtók, meg volt a vendégszoba, amire soha nem szabadott aludni, nem szabadott tartózkodni, meg volt a konyha rész. Ilyen sorszobák voltak, egyik szobából át lehetett menni a másikba. Általában a régi parasztházak háromszobások voltak. Azon kívül mindenkinek volt nyári konyhája, nyáron igazából ott történt az élet. Ismerős. A mi nagyanyáink még így éltek, és gyerekkorunkban mi is így éltünk. Sokat tartózkodtunk nagyanyáinknál, amíg a szülők dolgoztak. Ilyen körülmények közt nevelkedtünk és nőttünk fel. Lehet ezek még fenn vannak tartva a tulajdonosnak? Biztos, hogy igen. Jön, akkor hát itt jön ezek valószínű. A saját lakosztályai. Tehát van egy háza és menjen panzióba? Igen. Megnézzük egy picit a falvacskát, körülnézünk.
Annyira tetszik nekem ez a falu, ezek a hagyományos falvak nagyon tetszenek, és már jó hangulat van. Nagyon jó itt lenni, csak itt sétálgatni az utcán. Így kell elképzelni a székely falvakat is, ami nem a főút mentén megy, hanem a félelső utcákat. Csorgók, kutak, gyümölcsfák, az eldugott székely falvakba. Annyira más még az élet. Annyira jó, annyira nyugodt élet van, viszonylag nehéz élet. Túlélni egyik napról a másikra, és szépen szabadon élni, mint itt a Szászvidéken, vagy akár a székelységben. Mi, akik elszármaztunk, mi se tudtuk, hogy mit adunk föl. De így legalább utólag sokkal jobban értékelni tudjuk, és Évivel épp azt beszélgettük, hogy idősebb korunkra, vagy nyugdíjas korunkra, ha majd visszavonulunk, akkor mindenki visszatérünk a gyökerekhez, és az Isten is megengedi, hogy sokáig éljünk. Az utolsó évtizedeinket úgy szeretném leélni, ahogy életem első két évtizedét otthon, falun, Székelyföldön. Menjünk az előttempomhoz? Igen. Így képzeltem el amúgy Szászfehéregyházát, jó csendes, főbb kövezett úton ez nem így van, de most már ebben a mellékutcában igen, csend van, és szépen felújított házak vannak itt ebben az utcában. Tudjátok, hogy mi az érdekes? Itt vagyunk már lassan 2-3 órája, rengeteg némettel találkoztunk, nagyon sok román nyelvű embert hallottunk, csomó idegen nyelvet, de még egy magyar szót nem hallottunk, amióta itt vagyunk, rajtunk kívül. Olyan, mint a külföldön lennénk, vagy valami más országban. Mindenféle nyelveken szólnak, csak magyarul nem. Gyertek, menjünk be az erőtemplomba, lássuk. Nem is gondoltam, hogy így a falu közepén úgymond, és hirtelen így egy utcából nyílik ez az erőtemplom. A falu elején kellene egy belépőt szedni, aztán menjél meg. Ja. Minden 10 lépésbe belépőt fizetni, minden van. Károly betette a lábát, mert mindjárt mindené fizetni kell. Már látom, oda nézzetek, milyen szép. Na, ezt kerestük igazából. Tehát valamikor az erődtemplom helyén egy kápolna állt, még a székelyek építették, ugye a szászok 1185-ben jöttek ide, és azelőtt székelyek laktak, úgyhogy a székelyek építették ezt a kápolnát, ezt az ásatások is megerősítik. A kápolna falai fehérre voltak festve, és a falu is innen kapta a nevét, hogy Fehéregyháza, aztán Szász, mi a szászok betelepedtek, Szász Fehéregyháza lett. Templomba igazából találunk információs táblákat, minden információt megtalálunk a táblákon, amire szükségünk van, vagy amit tudni akarunk. Ez a jegy érvényes arra is, hogy bemenjünk, a nagy toronyba fölmászunk. Itt se láttuk magyar írást, úgyhogy szerintem be kellene írjunk valamit magyarul. Szalonna talaj. Itt tartották a falu emberei a szalonna. Valódi szalonna. Vegyed el a bicskát, és kóstoljuk meg. A falu lakói itt tartották a szalonnát abban az időben, amikor még nem volt hűtőszekrény, mert ezekben a tornyokban állandó a hőmérséklet. És minden vasárnap reggel 7 órakor kinyíltak a tornyok, és jöttek a tulajdonosok. Minden szalonnán rá volt írva a házszám. Valaki felügyelte, hogy a saját szalonáját vigyelne a másik. Nem a legfinomabbat, vagy amíg füstölte volt. És hétköznap nem lehetett bejönni ide ebbe a toronyba, csak mindig vasárnap vihették el az embereket. Ki kellett számolt, hogy mennyit kajálsz másik héten. Igen. Ha jöttek vendégek, így jártak.
Már nagyon szép a kilátás. De szép a kilátás, gyertek, nézzétek meg! A Mini Erdély Parkban, Székelyudvarhelyen a makettjét megtalálhatjátok, arról is van videónk a Mini Erdély Parkról, és ott a erőt templomisnak is megvan a makettje. Három dimenzióba megformálva, szinte élethűen újra építve a kicsinyített mása. Nem tűnik, hogy ez akkora dombra lenne építve, de jól be lehet látni innen a környéket és a vidéket. Mini Erdély Parkban a makettről, ha arányaiban nézed a többi makettel összevetve, akkor ez egy hatalmas erőtemplomnak tűnik makettről. De összevetve a többi erőtemplomokkal, hát ez egy parányi kis erőtemplom. Kicsike. Nagyobbra számítottam, az igazság. Tehát te is mondtad, a Prázsmári és a Hermányi erőtemplomhoz képest például, csak mondjunk két példát, ahhoz képest parányi. Viszont nagyon hangulatos és nagyon szép a kilátás. Prázsmáról is készítettünk videót, azt is megkereshetitek, ha érdekel, meg a Mini Erdély Parkról is ezeket a videókat mind megtaláljátok a lejátszási listákban. Hasonló csizmát én is öröklöttem előttünkre. Ami régebb egy háztartásba kellett, tényleg minden megtalálható. Olyan háztartásra gondolok, mint a régi családoknál, régebb, ami volt az önfenntartó családoknál. 100 évvel ezelőtt még ez volt a divat, az önfenntartás. Bennem még nagyon élesen élnek ezek a dolgok. Olyan lehetett megélni ezekkel az eszközökkel, sok kitartással, gürcöléssel, de meg lehetett élni, és valamelyest szabadabbak voltunk. Körbe is jártuk az erőt templomot. Még egy picit sétálunk itt az utcán, meg drónozunk, és mehetünk is, mert aztán este hűvös lesz a motoron. Még a várfalon belül, de már a váron kívül vagyunk. Körbe járjuk egy picit a várat. Na viszlát! Mi lesz a következő? A Szászkézdi, vagy az ország másik felében valami más? Ki tudja? Kövessetek és megtudjátok, amit még mi sem tudunk. De tartsatok velünk a további kalandokba, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy értesítést kapjatok az új videóra. És köszönjük szépen, hogy velünk vagytok! Megkóstoljuk ezt is? Én megkóstolom. Lássuk. Ez borvíz, vagy valami ásványi. Látjuk a színén. Vastartalmány. Ez rendes, ahogy felénk hívják, borvíz forrás. Na, nézzük meg, mi van még. Fölmászunk oda a dombra és drónozunk egyet. Igen, szinte nem is szükséges drónozni. Olyan szépen látszik itt a vár. Minden a domb tetejéről még jobban és többet fogunk látni, mint a toronyból. Úgy belejöttünk a kaminós életvitelbe, hogy nem tudunk olyan könnyen lemondani róla. Kirándulunk, szendvicset eszünk, filmezünk, hülyeségeket beszélünk. Viszont nagyon jó a vendéglő. Jó a kilátás a vendéglőből. Az erőtemplom mindkét oldalán kihoz egy ilyen földes út.
ide a mezőre, és körbe lehet járni effektív egy ilyen földes úton, ha túl az erőd templom környékét. Lassan kiürült a parkoló, egyedül hagytak minket. Ha tetszett ez a videó, kérlek nyomjatok rá egy lájkot és örvendeztessetek meg minket egy-egy feliratkozással, valamint nyomjátok be a csengőt is, ha még nem tettétek meg, hogy ne maradjatok le a következő videókról, és nézzetek körül a Csontavolt YouTube csatornánkon, hát ha találtok számotokra kedves vagy hasznos videókat. Köszönjük szépen, viszlát, sziasztok!